Munkaértekezlettel egybekötött ünnepség keretében tartották meg a Semmelweis napot a püspökladányi egészségügyi szolgáltató intézményben június 28-án. Az eseményen dr. Komoróci Károly ügyvezetőigazgató köszöntötte az egészségügyi dolgozókat, valamint információk hangzottak el az intézmény átszervezésével kapcsolatban. Hát Semmelweis napon mi az egészségügyi dolgozókat ünnepeljük, és nagy örömünkre szolgált az, hogy a városnak a polgármestere, illetve az alpolgármestere is megjelent ezen az ünnepségen. Ők is ugyanúgy, ahogy én, megköszöntük az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, mindenkinek, aki dolgozik ebben az épületben. És hát információ is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy az intézményünk átalakult, tehát újabb kihívások elé nézünk. Én bízom abban, hogy meg tudunk felelni ezeknek az új elvárásoknak, és abban is bízok, hogy a betegek észre sem fogják venni ezt az átalakulást. Júliustól immár egészségügyi szolgáltató intézmény néven látja el feladatát a rendelőintézet. Dr. Komoróci Károly elmondta, az átszervezés nem érinti a betegellátást, a rendelések változatlanul működnek a jövőben is. Július 1-től megváltozik a bélyegzőnk, megváltozott az adószámunk, megváltozott a bankszámlaszámunk, tehát innentől kezdve minden megváltozik ebből a szempontból, de hangsúlyozom, hogy ez a betegeket nem fogja érinteni. Egyedül a fejlécünk más lesz az ambuláns lapokon, esetleg a pecsét, amit rárakunk az ambulánsokra, az fog megváltozni. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Intézmény lesz a nevünk. Tulajdonképpen a páciensek szempontjából, illetve a dolgozók szempontjából nem fog változni semmi. Nem változnak a rendelési idők, nem változnak a rendelési helyszínek. Egyedül most a laboratóriumban lesz egy egyhetes felújítási munkálat. A laboratórium egy ajtóval arrébb költözik, emiatt felújítjuk a helyiséget, úgyhogy egy hétig most szünetel az ellátás, de utána minden visszaáll a régi rendszerben. Ugyanúgy megmarad az önkormányzat által támogatott laboratóriumi vizsgálat, tehát akinek egyrészt, akinek az időpontja túl hosszú időre szólt, tehát október, november, decemberre, az el tudja cserélni az időpontját egy korábbi időpontra. Másrészt a háziorvosok, szakorvosok adhatnak külön olyan beutalót, amin direktben a támogatott laboratóriumi vizsgálatra irányítják azokat a betegeket, akinek ők úgy gondolják, hogy szakmailag ez indokolt. Tehát ez az orvosnak lesz személy szerint a döntése. Az ünnepségen dr. Komoróci Károly mellett Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester is megköszönte az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes, áldozatos munkáját, majd állófogadással, illetve kötetlen beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.